Kezdhetem egy személyessel, hogy te azt az egész helyzetet hogy éled meg most, ami megváltozott a világ, mert nem is lesz olyan, mint amilyen volt? Ezt nem lehet egy élményként megélni, gondolom nem vagyok egyedül, aki sok élményként élje meg, és hogy nem mondom, hogy naponta, de azért úgy hetenként drasztikusan megváltozik az, hogy hogyan látom ezt, és hogyan élem meg. Rájöttem az első hét végén, hogy amit csinálunk, mind arról szól, hogy hogy tartjuk fel azt, ami eddig volt. És úgy körülbelül az első hétvégén jöttem rá arra, hogy most igazából arról kéne gondolkozni, hogy nem az, hogy hogy tartjuk fel a mai világot, hanem mi lesz most. Jön az egymillió dolláros kérdés, hogy meddig tart szerinted ez a járvány? Nem lesz egy olyan, hogy azt mondják, hogy na akkor hétfőtől minden áll vissza. Igaz? Tehát ez egy folyamat lesz. Ez egy hosszadalmas és lassú folyamat lesz. Minden országban lényegében, amelynek a lényege az lesz, hogy hogy tartjuk a fertőzések számát egy bizonyos határ alatt, és melyek azok a pedálok, amelyeket meg lehet kicsit ereszteni azért, hogy ezt a bizonyos fertőzési szintet fönntartsuk, de ne rohanjon ez a szám el. Egy csomó minden, amit fognak most nézni a döntéshozók, ugye? Tehát az egyik az lesz, hogy tényleg milyen mértékben terjedt el a vírus a bizonyos országban, és nagyon fontos az, hogy mennyire, hogy mondjuk, szófogadó a közösség, és milyen eszközök állnak a rendelkezésre, és leginkább itten tesztekre gondolok, tehát hogy milyen mértékben tudnak tesztelni. Ott, ahol rengeteg teszt lesz, hamarabb fel tudják engedni ezt az egész zárat, és át tudunk térni egy olyan állapotba, ahol lényegében kell követni minden esetet nagyon agresszívan, és azokat az embereket kell igazából karanténba tenni, akik betegek, akik találkoztak a betegekkel. Az ideális az volna, ha jól értem a kollégáktól, hogy egy állandóan a közösségnek körülbelül 7-8%-a úgy körülbelül a nyár végéig folyamatosan meg legyen fertőződve. Miért? Azért, hogy a nyár végére épüljön ki egy nyári immunitás. Mert ugye sokat beszélünk arról, hogy lesz egy második visszatérő vírus, tehát lesz egy újabb kitörés, és hogy ezt minél kisebbé próbáljuk csinálni. Ezt látjuk ugye Kínában is, látjuk Szingapurban is azt, hogy látszólag leverték a folyamatot, és most megint tér vissza kell léptetni ezeket a különböző megszorításokat, sőt, életbe kell léptetni először Szingapurban. Tehát egy olyan folyamat lesz, hogy amit az epidemiológusok már nagyon pontosan kiszámoltak azt, hogy az iskola bezárása milyen módon járul hozzá, a munkahelyek megnyitása milyen módon járulnak hozzá, a sportesemények, a vendéglők. És lényegében sok ilyen kis billentyű áll a rendelkezésükre, és a körülményektől függően fogják ezt úgy felengedni, legalábbis, hogyha helyesen csinálják a mostani elképzelések szerint, hogy egy olyan 7-8%-os állandó fertőzöttség legyen az országban, hogy kiépüljön az immunitás, és akkor de ne rohanjon ez a szám. Tehát készüljünk fel arra lelkileg, hogy olyasmik lesznek, hogy felengedik, és újra megerősül, újra lezárnak bennünket. New Yorkban ugye a legkeményebb a helyzet most. Mire lehet számítani szerinted? Mindenütt ugyanarra lehet számítani, hogy ez a görbe kifutja magát. Ami történik igazából, és az igazából ebből a szívhasító az, hogy amelyik pillanatban lezárjuk az országot, vagy a várost, vagy a környéket, akkor két hétig még exponenciálisan nő az egész folyamat. Tehát látszólag semmi hatása nincs a lezárlásnak. És hát ebben a folyamatban van éppen még New York, tehát hogy még dübörögnek a számok, jönnek az újabb halottak sajnos, az újabb megbetegedések, mert futja ki magát a vírus. Ugyanakkor persze vannak újabb fertőződések is, tehát nem igaz az, hogy sikerült teljesen lezárni ezeket a városokat, mint Magyarországot sem. Vannak emberek, akiknek muszáj mozogni, ugye, mert tehát, hogy olyan feladatokat járnak el, tehát nem állt le a vírusnak a terjedése, de szerintem New Yorkban is ma már azok olyan számokat láttak, hogy úgy érzik, hogy hirtelen a növekedés megszűnt, ettől az elhalálozások száma továbbra is fog növekedni. És ha persze ugye van ez az egész dolog, amiből mindenki sokat beszél, ugye, hogy tulajdonképpen hány beteg van. Igaz. És amit látunk minden országban, az, hogy egyre több tesztelési kapacitás van, és ergo egyre nagyobb számokat látunk. Ezek a számok időarányosan megvoltak korábban is, csak nem voltak láthatók a statisztikák számára, mert nem tesztelték le. Mi igazából, és a kollégák, pontosabban nem én, hanem a kollégák úgy számolnak, hogy minden egyes szám, amit látunk,
az minimum 10-zel meg kell szorozni, de hogy pontosan mekkora ez a szorozás faktor, hogy hány ember beteg, az nagyon attól függ, hogy milyen mértékben tesztelnek azon a környéken, illetve milyen eszköztár áll a rendelkezésükre. Magyarország egy sokkal jobb helyzetben van, és sok európai ország mondjuk, hogy sokkal jobb helyzetben van, például Amerikához képest, ugyanis van egy központi egészségügyi rendszer, amelyiken keresztül lehet látni és követni, hogy hol vannak a betegek, és konkrétan be lehet lépni. Tehát ez Amerikában egyáltalán nem létezik, és ezért tud itt ennyire elszabadulni maga a betegség. Tehát én úgy érzem, hogy Magyarország, amit csinál, ami az epidemiológiát illeti, valóban sokkal több beteg van, mint amennyit bevallanak, valóban sokkal kevesebbet tesztelnek, mint amire szükség volna, de én úgy érzem, hogy ez mindenütt így van, mert nincsen kapacitás ezekre. Tehát, hogy ez nem lóg ki Magyarország ilyen szempontból a folyamatból, mindenki különböző ezzel küzdik, kivéve egy néhány országot, aki időben nagyon agresszíven lépett, ilyen Németország, ilyen Korea és így tovább. Jó hír az, hogy az internet képes, internetnek meg volt a kapacitása az, hogy egy új életet találjunk ki online módon. Képzeljük ezt 10 évvel ezelőtt, ugye, ahol nem lett volna meg ez a kommunikáció lehetőség, ez az egész bandwidth, ugye, ami szükség van. A másik az, hogy most már jó hír az, hogy tényleg a halálozási arány az nagyon alacsony, tudod. Tehát végül is ezeket a számokat mindig meg kell szorozni 10-re, hányan fertőződtek meg, és akkor látszik, hogy 1% alatt lesz várhatóan a halál minden jel szerint. Tehát ez még mindig nagyon kritikus azok számára, akik tényleg ezt nagyon megbetegedtek tőle, de tehát lehetett volna sokkal rosszabb. Jó hír az, hogy nagyon sokan meg vannak betegedve, és nem is tudnak róla, tehát épül ki a nyájimmunitás az egész világon. És valahol jó hír az, hogy ez az intószó, ez nem 10%-os halálozáshoz, igaz? Tehát mondhatni az, hogy egy óriási gazdasági, tehát egy áron, ugye, és egy nagyon óriási szociális ára lesz ennek a dolognak. Szerintem nem én leszek az egyedül, aki azt fogom mondani, hogy ahányan meg fognak a vírus nyomán halni, az elhanyagolható lesz azok alapján, azokhoz képest, akik a vírus következtében nem fertőzésbe fognak meghalni, hanem a szociális és a társadalmi változások miatt nem fogják túlélni ezt az egész krízist. Most képzeljük el, hogyha egy ébola szindulját vonnak szimptomák nélkül, 2-3 héten keresztül elterjedne az egész világban, és egyszerűen nem tudnánk már semmit csinálni ezzel kapcsolatban. Tehát valahol én nagyon bizakodó vagyok, hogy látom azt, hogy milyen erős a társadalmi összefogás, mennyire jól tudjuk a körülményeket kezelni, meg az egészet ahhoz képest, hogy milyen komoly problémákkal vannak most a világban.